Szerbia korlátlan lehetetlenségek tárháza, de azt mégsem feltételeztem, hogy a magyar közösségen belül, sőt még az MNT-ben is ekkora mértéket ölt az elbalkanizálódás. Ezzel a mondattal kezdte a VMDK sajtótájékoztatóját Horváth Ódri Márta, a párt alelnöke, a Magyar Nemzeti Tanács azon döntésére célozva, amellyel egy kiemelt fontosságú magyar iskolaszék tagjává két elemi iskolai végzettségű szemét neveztek ki. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen irányítási szerve, egy iskolába, ahol ugye tudjuk, hogy a pedagógusok nagy része egyetemi végzettséggel rendelkezik, talán mondhatom azt is, hogy megalázónak tartjuk, hogy az ő fejük fölött alulképzett személyek döntenek az iskola ügyeiről, a tanárok és az igazgató sorsáról, és akár az iskolaszékben. Az Oktatási Bizottság ülésén a VMDK jelezte, hogy nem ért egyet ezzel a döntéssel. Javasolta, hogy a két általános iskolai végzettségű szemét cseréljék fel legalább középiskolát végzettekkel. Az Oktatási Bizottság viszont a javaslatot nem fogadta el. Szó esett arról is, hogy a röszkei határátkelő új matricarendszere elleni kérelmet továbbították a Magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. Reméljük, hogy az eljárásban meghallgatásra kerülnek a mi kérelmeink, és az a több mint 1500 aláírás, ami született ez ügy kapcsán. Ez fontos volna számunkra, hiszen olyan információink vannak a terepről, hogy nem biztos, hogy áprilisban kész lesz a határátkelő Horgos és régi határátkelő Horgos és Röszke között. A VMDK abban bízik, hogy eltörlik az útdíjat, és azoknak a polgároknak, akik megvették az IAS matricát, visszafizetik annak árát. Arról viszont nem értesültek, hogy mikorra várható újabb fejlemény.